Összesen 11 szervezet készült prevenciós és figyelemfelkeltő programokkal Nyíregyházán a Kossuth téren. A kábítószer ellenes világnapot az ENSZ még 1987-ben rendelt el, Magyarországon pedig 1997 óta szervezik hivatalosan. A rendőrségen és a drogambulancián túl ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek is részt vettek a programokban, ahol elhangzott: a kábítószerfogyasztás, mint káros szenvedély hazánkban is régóta jelen van, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig az országos átlagos képest is magas a tiltott szerhasználók száma. Nyilván ezek helyi sajátosságok is, szerintem ennek van gazdasági társadalmi összetevője, ezért vannak olyan kis települések, ahol már egészen a hétköznapi életükbe beivódott a családoknak mondjuk a herbálfogyasztás, vagy mondjuk a nagyvárosoknak az a veszélye, ahol különböző szórakozó helyeken megjelenve szinte már el sem lehet képzelni a fiataloknak az életet valamilyen pszichoaktív szerek használata nélkül. Nekünk az a célunk, hogy a tiszta utat és az önmagunknak a teljes mértékű felvállalásával mutassuk meg ezt. Széles a drogpaletta. Az enyhébb, pszichoaktív szerek mellett egyre jelentősebb a designer drogok használata, főleg a herbáli, amelyet akár már 500 forintért is be lehet szerezni. Ez sok esetben megtévesztés céljából biofűnek is nevezik, pedig ezt a szerti szintetikus anyagokból állítják elő. 2014-ben az Európai Unióban 101 új pszichoaktív szer jelent meg, Magyarországon ebből 42. Ami 2010-ben még a droghasználók 56%-a élt heroinnal, 2014-re ez a szám 8%-ra csökkent, az első helyet pedig a designer drogok vették át. Ezek az adatok a Nemzeti Drogfókuszpont kutatásaiból derülnek ki. Hazánkban minden ötödik fiatal felnőtt fogyasztott már valamilyen drogot. Legtöbben marihuánát vagy hasist próbáltak ki, de kiemelkedő volt még az extazit kipróbálók száma is. A civil szervezetek is próbálnak segíteni a szerhasználókon. Alapellátást kapnak, ilyen ügyintézés, ha valamilyen okmányokra van szükségük, vagy ételosztásba, vagy hol lehet ételt szerezni, vagy megpróbáljuk elhelyezni őket különböző helyeken, ahova befogadják őket. A kábítószer ellenes világnap egyik kiemelt célja, hogy csökkentsék a szerhasználat miatt elhunytak számát, amely világszerte jelenleg 200 millió fő évente.